Üdvözlöm a Komáromi Podcast nézőit és hallgatóit. Mai témánk a fiatalok és a sport. Vendégeim pedig Turi Ádám és Bajos Gitta, a komáromi sportlövők egyik tehetsége. Sziasztok! Szia! Gitta, te mikor kezdtél el lőni? 2011-ben kezdtem el lőni, amikor az osztálytársaim elkezdték, és nekem nagyon tetszett az, hogy ők valamit csinálnak iskola után, mármint én is csináltam, mert karatéztem előtte, viszont még azon kívül is valami extrát és különlegeset csináltak suli után. És ez nagyon érdekelt engem, és akkor lementem egy edzésükre, és megfogott. Ádám, a te múltadban hogyan jelent meg a sport? Hát igazából olyan általánosan, mint ahogy szerintem azért a legtöbbeknél megjelenik. A kiskoromban sokféle sportot kipróbáltam, fociztam, de az sem olyan túlzottan sokáig, U13-ba fejeztem be, azt hiszem. Viszont itt a Gitta hozza a profi sportolói vonalat, aki abszolút az amatőr sport részét, illetve a rajongó részét. Én nagyon szeretem a sportokat, én igyekszem követni az olimpiákat, mindenféle sportágokban azt gondolom, hogy napra késznek, mondhatom magam, illetve nyilván a foci ez egy örök szerelem, járunk minden héten focizni, és nyilván várjuk, hogy nyáron megnyerjük az Európa-bajnokságot, tehát én a szurkoló és az amatőr sport részét azt tudom hozni itt a beszélgetésnek, abban bízom. Gitta, te mint profi sportoló, hogy élsz meg egy versenyt? Milyen érzés volt most az EB-n lenni? Egyébként gratulálok a profi. Köszönöm szépen. Az Európa-bajnokság nagyon jó hangulatban telt, hiszen ugye itthon mi rendeztük Győrben, ami egy nagyon nagy dolog szerintem. Egyrészt, hogy Magyarországra merték bízni azt, hogy egy Európa-bajnokságot képesek megszervezni, és egyébként képesek voltak, és nagyon hangulatos és színvonalas versenyre sikerült. Jó érzés volt egyébként tényleg itthon, hiszen a családom is ki tudott jönni a versenyemre, ez pluszt adott nekem a versenyek alatt, és azt, hogy a döntőben hallottam, ahogy szurkolnak, nekünk tapsoltak, és ezek a tapsok ugye nekünk szóltak. Ez nagyon jó érzés volt, úgyhogy nagyon jó élmény volt az egész verseny. És még mindig van egy ilyen versenydrug benned, amikor odaállsz? Persze, ez szerintem soha nem fog elmúlni, de úgy gondolom, hogy ameddig izgulok, addig érdekel maga, amit csinálok. Amikor már nem izgulok, akkor már nem lesz értelme, hogy versenyezzek. Milyen áldozatokkal jár a versenysport? Sok mindennel, hiszen nagyon sok időmet igénybe veszi, már az edzések is, amikor pedig elutazom, van, hogy 2-3 hétre, az pedig hát nyilván kimaradok az itthoni dolgokból, a családi eseményekről lemaradok sokszor. Ez azért áldozat, meg igazából a kapcsolatomra is rá tudna menni, hogyha nem egy olyan párkapcsolatban élnék, ahol ez egy elfogadott dolog, de nagyon sok áldozattal jár egyébként. Barátoknál is megkérdezik, hogy ráérsz hétvégén? Persze, hogy nem érek rá hétvégén, mert versenyem van, úgyhogy igazából ez a nehéz benne. Amatőr szinten pedig az a nehéz, hogy ebben a rohanó világban időt szakítsunk magunkra és a sportra, de Ádám, szerinted miért fontos, hogy mégis próbáljunk meg valamit mozogni a hétköznapokban? Hát itt rácsatlakoznék arra, amit a Gitta mondott, hogy mondjuk ott minden hétvége foglalt kilőve edzésekkel, hogyha az ember akár még tanul, akár már a munkavilágában van, akkor meg szerintem a másik oldala jön elő, hogy pont arra nem marad idő, hogy mondjuk a hétvégén sportoljon valamit az ember, és ehhez szerintem egy nagyon nagy elszántság kell, meg akaraterő, de nagyon fontos, és egyébként én nem is arra mennék rá, hogy most az, hogy minél jobban nézzen ki az ember, vagy ne csúszanak fel a pluszkilók, hanem szerintem mentálisan én magamon is észreveszem, hogy ha képes vagyok arra, hogy 2-3 alkalommal egy héten mozogjak, akár elmenjek futni, úszni, vagy mondjuk a focival együtt legyen ez meg, akkor egész máshogy érzi magát az ember, egész máshogy kezdi el a napot, jobban megy a tanulás, jobban megy a munka. Tehát szerintem írtó fontos a kondi szempontjából is, de mentálisan is. Nem tudom, hogy a mentális rész azért nálatok is a sportlövésben is egy nagyon komolyan ott van, hogy ti jártok-e futni, vagy hogy nálatok ez hogy van. Örülök egyébként, hogy ezt megkérdezted, mert én kifejezetten járok futni. Mm. Most március 22-én fogom egyébként lefutni az első fél maratonomat. Wow. Azt a mindenit. Úgyhogy... 100 kilométer? 21. Én nem futok, azért kérdezem, hogy lehet másnak ez evidens, de nekem nem. Egyébként maraton szerettem volna futni, csak ugye jött az Európa-bajnokság, meg mindenféle versenyek, és ezért nem volt lehetőségem erre felkészülni. És maga az edzés az hogyan zajlik nálatok? Mármint a lövészet. A ugye, lövészet, persze, a lövészet. Hát mindenkinél elég változó. Én nagyon szeretem azt, hogy megérkezek a lőtérre, és akkor egyből a saját dolgommal foglalkozom, mármint hogy kipakolom a tudszom, felöltözöm, és akkor már egyből kezdem az edzést.
Nyilván hozzátesz az, hogy én általában egyedül edzek, vagy pedig nagyon kevés emberrel, így nem viszel az, hogy beszélgetek a többiekkel, de egyébként a többieknél is nagyjából lesz szokott lenni, hogy lemegyünk a lőtérre, és akkor pár szót beszélünk, de mindenki foglalkozik a saját dolgával. Egy ilyen 2-3 órát vesz igénybe egyébként. És van valami másféle mód, amiben, hogy mondjam, kondiba tartjátok magatokat? Mert nyilván kell valami állóképesség is ehhez, úgy, mint mondjuk az úszóknál a száraz edzés, vagy ilyesmi nálatok van ilyen száraz edzés, hát, vagy vizes edzés? Igen, egyébként ez mindenkinél változó, szóval a sajátomról tudok nyilatkozni. Én ugye a futáson kívül, illetve a lövészeten kívül még járok plusz konditerembe, illetve még ilyen csoportos edzésre is, szóval én mindenképpen szeretném az izomzatomat, illetve az állóképességemet fejleszteni, hogy minél jobb tudjak lenni a saját sportomban. De egyébként, hogyha így a lövészetnél száraz edzés, akkor van olyan, hogy lőszer és lövedék nélkül csak célra tartunk, viszont én ezt annyira nem szeretem, mert hogyha már ott vagyok a lőtéren és van lehetőségem rendesen lőni, akkor most minek fárasszam magam azzal, csak emelgetem a fegyvert. Hát nem, te említetted, hogy szoktál foci meccseket szervezni a közeli ismerőseinek. Miért kezdted el? Hát ezt most egész konkrét választ tudok adni. Nekünk a gyerekkori szőnyi barátaimmal most már 7 éve célunk, hogy a szőnyi születi falunapont megnyerjük a futballtornát. Úgyhogy mi erre készülünk minden héten. Most is tisztában vagyunk vele, hogy még 7 hónap van hátra a falunapi tornáig, és becsületesen készülünk. És mi az, ami fontosabb egy ilyen edzésben? A születi falunapi aranynál nincs fontos. Arra gondoltam, a mennyiség vagy a rendszeresség? Hát nálunk mind a kettő teljes mértékben ingadozó, ez ugye megkülönbözteti megint csak a profi és az amatőr sportot. Szerintem egyik sem a legfontosabb. A legfontosabb az az, hogy együtt vagyunk, meg összegyűlik egy közösség, barátok. Csomó olyan barátom van, akivel szinte csak a vasárnapi focik alkalmával találkozunk. Tehát mondhatni, hogy a focin kívül az, hogy beszélgetünk, átbeszéljük, kivel mi van, az talán a legfontosabb. A rendszeresség, meg az, hogy mennyire profi megélvek, az ingadozó. És mit gondolsz magáról a komáromi sportéletről? Szerintem egyébként a városban nagyon komoly sportélet van. Eleve, csak hogyha megnézzük, nekem ez már rég volt, de mondjuk, hogy egy kisgyerek hányféle sportból választhat, akkor megvannak az alapok, lehet menni focizni, kézilabdázni, kosarazni, de mellette meg vannak kifejezett sikersportágok is, amik mondjuk nem találhatóak meg még nálunk nagyobb megyei városokban sem minden esetben, ilyen mondjuk a lövészet, ilyen a floorball, tehát szerintem egy kifejezetten széles választék van, vagy ha még Észak-Komáromot is belevesszük, akkor ott még vízilabda is, a sikersportág, kajak, kenu, tehát szerintem alig ha van olyan sportág, vagy kevés olyan sportág, amit egy komáromi kisgyerek ne próbálhatna ki, és ne kezdhetne el vele profi módon foglalkozni, úgyhogy szerintem kiváló a sportélet. És Komárom egyedülálló ebből a szempontból, hogy itt ennyi mindenbe belefoghat egy gyermek? Hát azt nem tudom, hogy egyedülálló-e, de mi tudjuk, hogy a legjobb. A te szüleid sportoltak valamit, és amikor gyermek voltál, akkor mennyire tartották fontosnak, hogy a sportot bevonják az életedbe? Anyukám atléta volt, vagyis hát futott igazából versenyeken, de ez már nagyon régen volt. Apukám pedig focizott, mindenféle helyen focizott, főleg Mulajban egyébként. És egyébként már nagyon, én már éltem bőven, amikor ő ezt abba hagyta, de ilyen megye szinten játszott főleg, amikor én már ugye megszülettem. Ezen kívül mindketten sportrajongók voltak, szerették nagyon a sportot, és engem mindig támogattak benne, már óvodában ilyen művészi tornaszerű ritmikus gimnasztikára irattak be, aztán utána ugye jött a karate az életembe, és a karatéval párhuzamosan volt a lövészet, és ők mindig támogattak ebben. Soha nem volt az, hogy ez van, nem volt ilyen szigorúság otthon a tanulmányaimmal kapcsolatban, viszont amikor azt mondtam, hogy nekem ma nincs kedvem lőni menni, na akkor volt szigorúság, mert olyan nincs, hogy én nem megyek lőni. Ádám, és neked a szüleid? Még akkor visszatérve az előző kérdésre, mert pont az én szüleim leginkább még egy sportákhoz kapcsolódnak, a kávési túra szakosztályban ismerték is meg egyébként ők egymást, és annak voltak oszlopos tagjai, de például apukám óriási foci és olimpia rajongó is, tehát abszolút követi. Mi az a család vagyunk, aki hajnal 3-kor föl kell, ha mondjuk az olimpia Tokióban van, és akkor van aranyesét, és nézzük. Sőt, apukám még az SPK-nak is alapító tagja volt annó, és ott a kezdeti években még florbalozott is, úgyhogy nálunk is abszolút megvan a
sportőrület a családban. Tehát akkor már gyermekkorodban is jelen volt az életedben. A szüleid mit tettek ahhoz, hogy gyermekként sportoljál? Volt valami, amit kifejezetten mondtak, hogy kisfiam, nem ennyi, aztán csináld ezt? Nem, nálunk ez alapvető volt, hogy valamit sportolunk iskola után. Én ilyen izgő-mozgó gyerek voltam, úgyhogy abszolút a foci felé mentem. A bátyám nyugodtabb természetű, például ugye sokáig lőtt. Nem is nagyon kellett a szülőknek az extra unszolása, mert mi Szőnybe ott laktunk, meg ott lakunk most is a focipályától néhány száz méterre. Úgyhogy nálunk az például egy tök alapvető dolog volt, hogy hazaértünk suliból, és akkor mentünk át egymáshoz, hogy menjünk ki a pályára, focizzunk, ott töltöttük el a gyerekkorunkban a szabadidőnk nagy részét. Az én baráti társaságomban még egyébként az sem volt annyira jellemző, hogy videójátékozzunk. Volt, meg GTA, meg FIFA pörgött, de mondjuk nem az volt még nálunk a jellemző, hogy csülő után lépjünk fel a szerverre, és akkor nyomjuk, vagy Discord-ra jövök, hanem mi mentünk vissza focizni a Bozsikra, úgyhogy ezért én tök hálás vagyok, hogy nekem ez még megadatott. Nem akarom azt mondani, hogy mi gyerekkorunkban suli után még mentünk, és akkor fociztunk a Grundon, mert nyilván ez nem igaz, megjelent sok egyéb dolog is, de hogy még azt tudom mondani, hogy inkább ez volt jellemző. Szerinted melyik volt a jobb világ ilyen szempontból? Én egyébként abszolút nem vagyok ilyen videójátékos, úgyhogy természetesen nem kell menjen focizni, meg a gyerekét is küldje ki, és nem is kell nekik a számítógép. De engem soha nem érintett meg ez a gamer világ, tehát nem akarom megbántani azokat, akiket meg igen. És mit gondolsz, hogy mit tud tanítani a sport a gyerekeknek? Én nem tudok veszíteni, alapvetőleg semmiben, úgyhogy tökre várom, hogy a sport egyszer megtanítson. De tényleg én kisgyerekkoromban is az voltam, mert akik ismernek, tudják, hogy kifejezetten sok konfliktusom is volt abból, hogy nem bírtam elfogadni, hogyha mondjuk akár edzésen is kikaptam. De nyilván a sport erre tök jó, hogy ott olyan helyzetbe kerülsz, hogy 2-1 lett a meccs vége, lehet hisztizni, de az akkor is 2-1. Úgyhogy szerintem ez egy óriási dolog a sportban. Én a társasjátékokkal voltam, úgyhogy abszolút nem tudok veszíteni. Benem gyűlölnek a barátságban, a családom is társasodni. Gitta, szerinted mit tanít a sport? Nagyon jó példa volt ez most az Ádámtól, hogy megtanít veszíteni egyébként, amit én sem igazán tudok, és az utóbbi időben nagyon sokat társasjátékozom a apukámmal is, illetve a barátommal is, és most már nem szeretném rájuk borítani az asztalt, hogyha veszítek, de egyébként szerintem képes lennék rá, mert én sem tudok veszíteni, viszont ezáltal, hogy már rengeteg versenyen túl vagyok, most már azért sokkal jobban viselem. Szerintem a társasjátékban a vesztés sokkal rosszabbul viselem, mint egy lövészversenyt. De természetesen ez nem egy kellemes dolog, de ettől függetlenül meg kell tanulni ezt is kezelni, és úgy gondolom, hogy én ezt már tudtam kezelni, és tudom kezelni. Ezen kívül pedig az, hogy szorgalmas legyek, az nagyon a sport hozzátett ehhez, hogy ugye szorgalmas lettem, és magamtól sem hagytam így elveszni a dolgokat. Szóval ugye mondtam, hogy a szüleim inkább a sport felé irányítottak, mint hogy nagyon tanuljak, viszont magamtól is folyamatosan ilyen 4-5-ös tanuló voltam, mert én magam éreztem, hogy azért mégsem hagyhatom csak úgy, hogy nem állhatok csak egy lábon. Úgyhogy erre is megtanított. Hogy néz ki egy lövészeti felszerelés? Ez egy igazán izgalmas kérdés, mert ezt csak úgy tudnám elmondani, hogyha látnátok. De nagyon speciális ruhánk van, ami ugye azért van, mert a gerincünket terheli ez a sport, hogy csak az egyik oldalunkat használjuk. Ezért szükségünk van egy speciális ruhára, ami egyébként nagyon nehéz, és hát elég drága, ezt Indiában gyártják, bár több fajta is van, de amit én használok, azt Indiában gyártják. Ezen kívül ugye van fegyverünk, természetesen, van sapkánk, kesztyünk, bakancsunk, állványunk, amire letesszük a fegyvert minden egyes lövés után, vagy hát én leteszem minden egyes lövés után, és nagyon sok apró kis részlet van, ami hozzátartozik. Igen, ami hozzátartozik a sportunkhoz. Szoktak olyan csapatépítők lenni, én úgy tudom elképzelni ezt az egész lövészetet, hogy vannak csapatépítők, amikor kimentek valami nagy kastélyba, és valaki dobálja a tányérokat, és azokat is lelövitek. Nem. Mi csak pont lövők vagyunk, szóval sem tányérokat, sem állatokat, sem semmit nem lövünk, vagyis én nem. Én a vadászatot sem szeretném soha kipróbálni. És a koronglövészettel is úgy vagyok, hogy persze egyszer kipróbálnám, de egyébként nagyon nem az én világom. Én nagyon ez az alapjáraton, ez a nagyon nyugodt
típus vagyok. Tehát mozgótárgyakra nem is szoktatok gyakorolni, lőni? Hát nem, mert ugye az nem a mi sportunkhoz tartozik, már mint az egy... Az külön sport, az, a lövészeten belül? A lövészethez tartozik, viszont ez egy külön szakág. Van ugye a trap és a skeet, ehhez nem is igazán értek, azt tudom, hogy az egyiknél tudod, hogy honnan fog jönni a korong, a másiknál pedig bárhonnan jöhet, és akkor más pozícióból kell indítani a fegyvert, meg minden ilyesmi, de ehhez nem igazán értek, hiszen sosem csináltam. Volt olyan pont, amikor úgy gondoltad, hogy nem megy tovább és feladod? Igen, de akkor még inkább fiatalabb voltam. Szóval ilyen 13-14 éves, amikor azt láttam, hogy a velem egykorúak már Európa-bajnokságra mennek, én pedig még mindig nem, pedig ugyanúgy melleteszem az edzésmunkámat. És akkor jöttek a szüleim, akik mondták, hogy dehogy nem, nagyon jó leszel és csinálod, és akkor is mész edzésre, hogyha nem akarsz, mert nincs olyan, hogy nem mész. Persze volt ilyen, de az utóbbi időben, hogyha nem úgy sikerül egy verseny, úgy vagyok vele, hogy jó, akkor majd a következő sikerülni fog, és nem érdekel, hogy az előző nem sikerült, mert tudom, hogy ez, ennek így kell lennie, hogy én ezt csinálom. Tehát akkor a szüleid voltak azok, akik úgymond megadták a motivációt a folytatásra? Ők akkor voltak ott, amikor kellett, ezt így mondanám. És a jövőben, ha ti majd egyszer szülőkké váltok, akkor hogyan vezetnétek be a gyermeketek életébe a sportot, ha bevezetnétek? Gondolom, igen. Ádám? Én szerintem nem csinálnék semmit máshoz. Ez egy alapvető dolog kellene, hogy legyen. És hogyha a szülő mozog, hogyha a szülőnek ez benne van a mindennapi életében, akkor a gyereknek is szerintem ez automatikusan jönni fog. Úgyhogy szerintem így, hogy példát mutatva neki a sportos életmódjára. Együtt mennél ki vele focizni, mondjuk? Hát nem feltétlen merném levinni olyan nagyon fiatalon focizni, de például az, hogy kimegyünk a szabadba, az, hogy sportolunk, az, hogy akár ott legyen a pálya mellett, ameddig mi focizunk, és ez neki egy alapvetően meghatározó élmény legyen, az szerintem igen, az fontos. Gitta? Én is hasonlóan gondolkozom, mint Ádám. És, gondolom, ő se adna fegyvert rögtön a gyereknek. Persze, igen. Nyilván csak a későbbiekben, ha már abba a korba érik. Tényleg mikor lehet elkezdeni a lövészetet? Lövészetet, hát hivatalosan 10 éves kortól lehet versenyezni, viszont mi már az egyesületnél ugye foglalkozunk 9-9,5 évesekkel, hogy mire betöltik a 10-et, addigra már tudjanak is versenyezni. És mit mondanál kicsiknek, gyerkőcöknek, hogy miért érdemes elkezdeni sportolni, mit tanácsolnál nekik? Magát a lövészetet. A lövészetet, illetve bármilyen más sportot. Bármilyen más sportot. Hát bármilyen más sportot azért, mert szükség van rá igazából az egészségünk érdekében is, illetve ahogy még sokkal hamarabb mondta Ádám, sokkal jobb kedvük lesz tőle. És az iskolában ért stressz, nagyon jól tudják vezetni azzal, hogyha sportolnak. Úgyhogy ezért mindenképpen. A lövészetet? A lövészetet pedig azért, mert rengeteg helyre eljuthatunk, hogyha tényleg komolyan gondoljuk és kitartóan csináljuk ezt a sportot, hiszen én is most már nagyon sok, hát több kontinensen is jártam, illetve nagyon sok országot láttam ezáltal, hogy én sportolok. Hát köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem, a nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is izgalmas témával jövünk, viszontlátásra!